Próbálj így maradni, még bír, csak bírd egy kicsit, bírd. Jó van, lőd le, mert... A Héli együttes lép fel a Dozsó művelődési házban. Az együttes menedzserét kérdezem, mikor alakult ez az együttes? Az együttes 1984-ben alakult, igen, most a körülmények között. Abban az időszakban még nem volt ilyen támogatás, mint most. Most is nagy, de akkor még ilyen se volt. Pincékben próbálkoztak a srácok, eldugott helyeken, kertekben, sőt utcán is voltam időszak, mikor a fiú, a Kásadek Józsefja, az együttesnek a szólogitárosa és zenei vezetőjének a lakásán próbáltak, kint a kertjükben. Kásadec József szóló gitár, Szelerik Gábor ének, Ulai Péter dob, az együttes Benjamin a legfiatalabb tag, hátul basszus gitáron Dara Róbert János, és az együttes ritmus gitárosa pedig Szabó Zoltán. Kezdetben is a Héli nevet választottátok? Igen. Honnan jött ez a névválasztás? A névválasztás az kicsit romantikusnak hangzik, de csak ugyan így van, ahogy el fogom mondani. Kási, engedd meg, hogy ezt a betenevet használj, mindenki így ismeri, és
Gábor találták ki. Mindig ilyen mániákus zenerajongók voltak annak idején, csak nem a metal zenében, hát az akkori időknek megfelelően a hard rock zenét szerették, kemény zenét, AC/DC-n és Queen-en nőttek fel, tehát mindig próbálgatták, gyakorolgatták kiszólni a technikájukat, és egyszer nagyon sokáig fenn voltak, ahogy ők elmeséltek nekem, sokáig késő este, és csillagos ég alatt nyári időszakban próbálgattak, gitározgattak, és akkor alakuló együttesítől kezdtek beszélgetni, milyen nevet kellene neki adni, és hogy ott az égbolt alatt beszélgettek, eszükbe jutott, nagy hírt vettel annak idején ez a téli üstökös, hogy jött a föld felé, és mi lenne, ha Héli lenne az eve, ilyen névről még nem adott egy ilyen együttet, és akkor megjegyett, hogy tényleg nem is volt téli üstökös, és ez azóta is megmaradt az együttes, feloszlás után is, tehát újból ugyanezt a nevet adták az együttesnek, mikor újjá alakult az együttes. Mik a távolati tervei? Távolati tervei is az, hogy minél több koncertet adjunk az ország bármely területén, és egy jó minőségű demonstrációt szeretnénk, ami bemutató jellegű lesz. Később esetleg nagy lemezhez is. Később, hát hogy a jövő tiszteletben sikerül, akkor egy nagy lemez szeretnénk. Hallom, a Petőfi Csarnokból is érkezett meghívás, ehhez hogyan jutottad? Petőfi Csarnokból a Metallica Hungarika újságban voltunk benne, egy jó kritikát kaptunk, és hát kaptunk meghívást koncertet. Lehetőség fellépni, és részt is fogunk venni. Közösen szerzitek, vagy egyénenként? Hát az egész együttes szerintem. Tehát kollektív szerzemények. Mindenkinek vannak a jó ötletei. És így ahogy alakult a zenekar, így ahogy játszunk, ez a nagyon jó kiegészség egymás zeneire. Szövegírón külön van, Szilágyi Sándor, Jézsőr. Egyben a menedzser is. Egyben a szegény menedzseri is. És a színpadi ruhákat és a show-t szintén ti tervezitek, hogy szervitek be ezeket? Hát egy kicsit ugye adni kell a közönség elvár, adni kell a színpadi hatásra is. Ez a ruhák, mozgás, minden. Semmi más segítséget sem, onnan nem kapunk, ezt mind magunk csináljuk. Metal őrület című számról tudnál pár szót mondani, amit láthatunk majd? Hát ez a metal őrület szám, ez lényegében erről a stílusról, a maga a koncertről szól. Más kicsit bővebben kifejteném, erről készül most egy kicsi. Egy metal őrület, mert erről a számról van szó, ez egy álom. Egy csodálatos álom, amit a mai fiatal, egy metal rajongó álmodik. Álmodja, hogy ott van egy koncerten, ahol színpadon az ő számára egy csodálatos lények, démonok vannak, és ő ezt álmodja. Egy olyan közegbe kerül, amiről mindig is álmodott, és ezt átérzi az álmában. Hát gyakorlatilag erről írtam a számot, átfűszerezve kemény zenével és különböző jelképekkel. A mai esti koncerttől. Egy jó minőségű úton fogunk játszani. Remélem jó leszünk kikeverve, és hát nekünk eddig mindig az volt a bajnak, hogy nem szóltunk jól. Szóval itt tényleg nem tudtuk olyan tisztot szerezni, ami igazán jó lett volna a közönségnek is, meg nekünk is. Remélem jól fogunk szólni. Hát, úgy legyen. Sok sikert kívánok akkor az együttesnek.